Ez a Moszkvatér mai adása, nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, itt a stúdióban pedig Stier Gábor, a Moszkvatér főszerkesztője. Szervusz Gábor, köszöntünk itt a műsorban. Szervusz, és köszöntöm a kedves nézőket. Illetve Kosztur András, a Moszkvatér állandó szerzője, a 21. Század Intézet vezető kutatója. Szervusz, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szervusz, én is köszöntöm a nézőket. Mai adásunkban arról fogunk beszélgetni, hogy áll jelenleg az ukrán társadalom a háborúhoz. Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke a hétvégén a Bálványosi Szabad Egyetemen arról beszélt, hogy mintha egyfajta erjedés lenne kibontakozóban az orosz-ukrán háború területén, illetve az elmúlt hetekben számos ukrán politikus mondott nagyon sok mindent. Sokszor egymásnak ellentmondásos dolgokat is a háború lezárásáról. Valaki azt mondta, hogy folytatni kell, és nem lehet megbízni az oroszokban. Valaki azt mondja, hogy el kéne hívni mégiscsak a békekonferenciára őket. Kiev főpolgármester azt mondja, hogy népszavazáson kellene dönteni arról, hogy folytatódjon-e a háború, és közben ukrán infrastrukturális üzemeket is érnek támadások. Az oroszok a fronton elég jól haladnak előre, sorra foglalnak el kisebb településeket, bár Gábor csóválja a fejét, hogy ez még mindig nem az átütő siker. Hát is adnám a szót, hogy ti hogy látjátok, van-e változás az ukrán társadalom részéről, hiszen tudjuk, hogy egy háborúnál azért egy elengedhetetlen rész az, hogy a társadalomnak az állóképessége, tűrőképessége és támogatása meglegyen. Sőt, ennél a háborúnál az egyik legfontosabb dolog lesz a lezáráshoz vezető úton, hogy melyik társadalom bírja tovább. Tehát én úgy látom, hogy katonai szempontból a frontokon egyik oldal sem fog, legalábbis a jelen állás szerint, a jelenlegi trendek szerint, tehát elsöprő győzelmet aratni, vagy teljes mértékben összeomlani. Ezt már csak, hogy miért. Igen, Oroszország jóval nagyobb tartalékokkal rendelkezik, mint Ukrajna, viszont az Ukrajna mögött álló nyugat az Egyesült Államok vezetésével nem engedheti meg magának, hogy Oroszország akkora győzelmet arasson, hogy Ukrajna mint állam eltűnjön a színről, vagy úgy összeomoljon az ukrán hadsereg, hogy szinte megalázó feltételek mellett kelljen tárgyalásokhoz, tűzszüneti tárgyalásokhoz leülnie. Éppen ezért, mivel a fronton, és még egy momentumot vegyünk ide, hogy Oroszország sem akarja az összes tartalékát bevetni Ukrajnában, és ott elégetni pénzét, elveszteni katonáit, fegyvereit, sokkal több mindenre kell figyelnie, tehát például arra, hogy kompakt módon megmaradjon a hadserege, mert ez igazi erőt jelent az új világrendben lévő elfoglalandó pozíciókért folytatott harcban, mert az sokkal tovább fog tartani, mint maga az ukrajnai háború, az orosz-ukrán háború. Én úgy gondolom. Ez egy jelen pillanatban az a legfontosabb terepe ennek a nagy játszmának, ugyanakkor ezt a végtelenségig nem lehet folytatni. Egyébként pedig, hogy az ukrán részről, hogy mi történik, meg általában az egész konfliktussal megváltozott a dinamikája, itt sok mindent lehet erről mondani, tehát egyik részről az orosz erők, én azért csóváltam a fejemet, mert az, hogy az elmúlt hónapokban elfoglaltak 20 falut nagyjából, az még nem azt jelenti, hogy itt hűha, de gyorsan haladnak előre. Egyébként nem is bizonyos idő után már fontos az, hogy milyen tempóban haladnak előre, mekkora a területfoglalás, de alapvetően nem a területfoglalás a lényeg, hanem a másik oldal gyengítése. Tehát a másik oldal a hadseregének a gyengítése, vagy a társadalom? A hadseregének, társadalmának, itt azért ne felejtsük el, hogy nem csak a fronton lőnek, hanem a hátországot, például az elektromos infrastruktúrát, tehát az áram szolgáltató infrastruktúrát is, meg sok mindent még lőnek, és nem csak most vannak bajok, vagy már most is bajok vannak, de ez, képzeljük el, mi lesz télen. Tehát ezt már az ukránok is mondják, hogy nem lehet ezeket a pusztításokat úgy és olyan gyorsan helyreállítani, mint az volt az előző hullámban, egy évvel ezelőtt, amikor a kritikus infrastruktúrát rombolt, lőtték az oroszok. Tehát egyrésztről ez a cél orosz oldalon, Persze, természetesen a tárgyalásokig legalább a Donbaszt ellenőrzés alá kellene vonni, hiszen mind a két fél arra törekszik, hogy egyrészt jó pozíciókat, jelenlegnél jobb pozíciókat szerezzen a tárgyalásokhoz, és hát ez a minimális cél, ez a győzelem eladhatósága szempontjából orosz oldalon fontos. Ukrán oldalon sok mindent van. Tehát egyrészt a társadalom egyre inkább hajlandó arra, hogy kompromisszumokkal béketárgyalások vagy tűzszüneti tárgyalások kezdődjenek, tehát a kompromisszumokkal, területvesztéssel, erről még majd beszélünk, de még nem tartott, hogy azt mondja, hogy dobjuk be a törőközöt és menjünk haza. Az ukrán politikai elit érthető módon megkezdte a társadalomnak a puhítását, fölkészítését, egyfajta, hát valamikor bekövetkező béketárgyalásokra, vagy tűzszüneti tárgyalásokra, és látva azt, hogy mi történik Amerikában, mi történik a frontokon, és milyen nehézségeket okoz egyébként nagy elszántság ellenére, meg mellett is, az, hogy nyugati segítséget kapjanak. Tehát itt érdekes folyamatok indultak el, és mondom, megváltozott az egésznek a dinamikája ilyen értelemben. Én még úgy gondolom, hogy ha kicsit előre szaladunk, akkor hogy idén még nem értek meg a körülmények ahhoz, hogy leüljenek tárgyalni a felek, de például az ukránok nem csak azért kezdték el most már főleg a svájci tárgyalások körül és utána, hogy készek tárgyalni, sok mindenben változik a retorika, erről is beszéltünk még, hanem azért is, mert megpróbálják olyan helyzetbe hozni Moszkvát, hogy az információs fronton, mert ugye itt sok minden van a konkrét katonai front, van az információs front, van a gazdasági front, mindegyiket figyelni kell ahhoz, hogy a végkimenetelt figyelve, hogy milyen közel vagyunk ahhoz. Szóval itt az információs fronton azért az ukránok szeretnék áttolni a felelősséget Oroszországra, hogy mi akarunk tárgyalni, de Oroszország nem, mert azért egész idáig az volt, hogy Oroszország végig azt mondta, hogy ő kész tárgyalni, nagyon jól tudta, hogy Ukrajna nem kész, és nem is akar tárgyalni. Most viszont ilyen értelemben is változik az ukrán retorika. András? Annyiban nem értenék egyet Gáborral, hogy szerintem... valami izgalom. Igen. Hogy szerintem egyébként van rá lehetőség, hogy akár már idén elkezdődjenek valamiféle tárgyalások, ugye nem feltétlen arra kell gondolni, hogy itt idén véget is érne, mert azért az kevéssé valószínű, hogy idén tényleg véget érne a háború, viszont az első ilyen puhatolózó közvetlen találkozók azok szerintem már megtörténhetnek, nyilvánvalóan még nem is feltétlenül olyan formátumban, mint azok mondjuk 2022 tavaszán zajlottak, ahol tényleg szemtől szembe ültek egymással a felek, de valamilyen olyan formátumban, ahol mások is, más vezetők is jelen vannak, ott azért elképzelhető. Mondjuk azt nem hiszem, hogy ez a svájci béke csúcs, az ukrán béke formulára épülő elképzelés lenne, ebben valószínűleg az oroszok nem mennének bele, viszont látható, hogy Kína most már tényleg aktívan dolgozik azon, hogy valamit tető alá hozzon. Nem hiszem, hogy Pekingben a levegőbe beszélnének, tehát ez nem jellemző általában a kínaiakra, tehát nem tennének ilyen látványos erőfeszítéseket, hogyha nem bíznának abba, hogy annak lehet eredménye. Ugye Orbán Viktor erre mondta, hogy Kína akkor fog lépni, ha tudja, hogy eredményt tudnak elérni béketárgyalások szempontjából. Igen, és éppen azt láthatjuk, hogy Kína mondhatni lépett, tehát azért nagyon sokáig kerülték a közvetlen kontaktokat az ukrán vezetéssel, tehát magasabb szinten. Most azért történt egy külügyminiszteri találkozó. Az ukrán külügyminiszter utalt rá, hogy mindez ugye a legmagasabb szintű kapcsolatok keretein belüli, tehát hogy lényegében arra utalt, hogy Volodimir Zelenszkij és Hszi Csin-ping találkozóját készítheti elő valamilyen formában ez a találkozó. Hogyha erre sor kerül, akkor nyilvánvalóan tudni fogjuk már, hogy akkor tényleg közel van már valamilyen esemény ezen a vonalon. Nyilvánvalóan ehhez Ukrajnának engednie kellene, abban, hogy nem a saját békeformuláját erőlteti, nem a saját konferencia formátumát erőlteti, hanem tulajdonképpen beáll a kínai-brazil törekvés mögé, amelyik az arról szól, hogy mind a két felet meg kell hallgatni, mind a két fél álláspontjának helyet kell kapni a tárgyalásokon, és természetesen mind a két félnek ott kell lenni a tárgyalásokon, máskülönben elég nehéz lenne a háborút lezárni. És ugye most az a külön megbízott, aki több utat tett már Európában, ugye Li Hui, ő most egy világkörüli útra indul, mondhatni, ugye Brazíliába, Dél-Afrikába és Indonéziába látogat, tehát hogy valószínűleg azért igyekeznek még globális szinten támogatókat gyűjteni emögé a kínai kezdeményezés mögé. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezen a vonalon történhet már akár idén valamiféle előrelépés, túlzottan nagy eredményekre azért nem kell számítani, de hogy valamiféle közeledés elkezdődhet, az szerintem benne van. Itt az Egyesült Államoknak mennyire presztízsveszteség az, hogy nem ők, hanem a kínai. És itt jön a probléma, viszont ugye lesz egy, mondhatni, vákuumhelyzet néhány hónap az elnökválasztástól a beiktatásig, főleg ugye, hogyha nem a jelenlegi, tehát azt már tudjuk, hogy nem a jelenlegi elnök nyer, de hogyha nem a demokraták viszik tovább a kormányzást az Egyesült Államokból, akkor lesz egyfajta űr. Azért láthattuk, hogy a múltkor sem ment túl egyszerűen a hatalom átvétel, átadás az Egyesült Államokba, tehát hogy ott azért sok minden érdekes dolog történhet, és vélhetően Washington politikai elitjének a figyelmét az amerikai belpolitikai folyamatok fogják lekötni hónapokon keresztül. Abban az űrben ugye elképzelhető, hogy megpróbálják azt a maguk javára fordítani, akár a kínaiak. Elsősorban tehát ilyen diplomáciai szinten nyilvánvalóan ez egy lehetőség lehet, akár az oroszoknak is arra, hogy még egy utolsó nagy nekibuzdulással próbálnak valami többet kihozni a háborúból, tehát a hadszintéren érjenek el többet, az viszont látható, hogy a háború kiszélesítésében senki nem feltétlenül érdekelt, úgyhogy alapvetően arra irányul mindenfélnek a nyomásgyakorlás, hogy ez ne nagyon legyen így. Látható egyébként Washington részéről is egy óvatosság ilyen szempontból. Én azt gondolom, hogy van valamiféle nyitottság az Egyesült Államok részéről is azzal kapcsolatban, hogy lezárják ezt a háborút. A számukra sarkalatos kérdés, az egyébként ugyanaz, mint ami Oroszország számára is a sarkalatos kérdés, hogy katonai tekintetben milyen helyzetben lesz majd Ukrajna a háborút követően. Én azt gondolom, hogy tehát NATO-tagságról valójában nincs szó, tehát azt inkább csak tétemelésként emlegetik ennyit mostanában nyugaton, nem valószínű, hogy Ukrajnát be akarnák venni ténylegesen a NATO-ba, viszont valamiféle katonai együttműködés szerintem a nyugat szeretne megtartani Ukrajnával. Az a kérdés, hogy miféle módon tudják majd ezt úgy megszövegezni, hogy mind a két fél győzelemként tudja eladni. Hát ez a kulcskérdés szerintem, és ez az, amit még nem sikerült kideríteni, hiszen az oroszok ragaszkodnak Ukrajna teljes semlegességéhez és demilitarizációjához. Most az, hogy ténylegesen Ukrajna mibe fog végül beleegyezni ezekből a követelésekből, az sem világos, az, hogy hogyan lehet ezt. Tehát jelenleg ugye Oroszország ragaszkodna az, hogy ténylegesen, véglegesen és a nyugat által elismert módon zárják le a háborút, tehát hogy ne valamiféle ideiglenes tűzszünetet kössenek. Másik kérdés az, hogy a gyakorlatban azért szerintem történhet, hogy kaphat olyan ajánlatot, amiben végül beleegyezne, vagy kénytelen lesz beleegyezni, és ilyen szempontból érdekes az, hogy bár ugye az Egyesült Államok valószínűleg tényleg rosszul értékelni azt, hogyha Kína hozná a tető alá ezt a békét is, azért azt is figyelembe kell venni, hogy az Egyesült Államoknak ugye a közvetlen beavatkozáson kívül már nem igazán maradt túl sok nyomásgyakorlási eszköze. Tehát a szankciókkal tovább igazából eddig sem sikerült, tehát hogy most ezt lehet még fokozni, de mindegyik szankciós csapás visszajut a nyugatra is. Katonai eszközöket, tehát az, hogy egyszerűen ilyen közvetett módon, tehát további eszközöket küldjenek, az nem fogja megfordítani a háborút, a közvetlen beavatkozás kockázata pedig olyan nagy, amit nem jelenleg még nem hajlandó bevállalni Washington, remélhetőleg ez így is marad, és ilyen szempontból viszont Kínának van nyomásgyakorlási eszköze Oroszországgal szemben, hiszen ha Kína a jó indulatát elvesztené Moszkva, akkor valóban bajba kerülne, nyilván ettől távol vagyunk, meg a kínaiaknak sok más érdeke is van, ami miatt nem feltétlenül szeretnék például Oroszország vereségét látni. Másik kérdés az, hogy Oroszország túlzott győzelmében sem feltétlenül érdekeltek, és ilyen szempontból érdekes a ukrán kínai külügyminiszteri találkozó után kiadott kínai nyilatkozatnak az a tétel, ami ugye kiemelte azt, hogy Ukrajna legfontosabb kereskedelmi partnere Kína, és hogy egyébként az ukrán mezőgazdasági termékek egyik fő felvásárlója szintén Kína, és itt azért azok a feltételezések, amelyek szerint még mindenféleképpen Odesszát be kéne húzni az oroszoknak, meg hasonlók, szerintem itt buknak el, mert hogy nagyon sok olyan érdekelt van, aki nem fogja. Tehát, hogy ez ugye nem csak a nyugat. Kínának sem érdekel. Kínának sem érdekel, mert a kínaiak, a szaudiak, a törökök rengeteg pénzt fektettek egyébként az ukrán mezőgazdasági infrastruktúrába, és azért azt és vegyük figyelembe, hogy nem csak a, de igen, viszont azt vegyük figyelembe, hogy egyébként nem csak a földek egyébként a fontosak, hanem azok a silók, a kikötői tárolók, rengeteg olyan létesítmény van az ország területén, ami óriási jelentőséggel bír, és ugye Odessa és a környékbeli kikötők szintén hatalmas jelentőséggel bírnak a kereskedelem szempontjából is, és hogyha az orosz-ukrán kapcsolatok egyébként helyreállnának, akkor ez egyébként valószínűleg az orosz gabona export szempontjából is fontossá válhatna újra Odessa. Tehát ilyen szempontból nyilvánvalóan ezek az országok érdekeltek alapvetően abban, hogy a háborút lezárják, abban viszont nem, hogy az egész Fekete-tenger északi partja orosz kézre kerüljön. Tehát, és éppen ezért nem biztos, hogy támogatnák azt, hogy az oroszok tovább szélesítsék ezt a háborút, és éppen ez a fajta puha nyomásgyakorlás lehet az, ami valóban hatással lehet Moszkva, és hát már most is hatással van Moszkva politikájára, és emiatt is visszafogottabb alapvetően Oroszország a katonai tekintetben. Gábor, aki Odessa szakértő, ugye? Tehát Odessa kérdéséből, hogyha onnan indulunk ki, akkor azért már csak e körül is levezethető, hogy milyen bonyolult ez a konfliktus, és milyen erők hatnak mind a két oldalra, és még a közvetetten érintett oldalaknak is mennyiben különböző, még az általuk támogatott féltől is sokszor az érdekük. Tehát most nem akarom ismételni, mert András nagy részét elmondta ennek, de ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy ha Oroszország, ahogy ezt mondja, végleg rendezni akarná ezt az ukrán kérdést, ahhoz olyan katonai győzelmet kell aratni, amely nehezen tudom elképzelni, hogy az abban ne férne bele, vagy abba bele kell, hogy férjen Odessa, illetőleg a Novorosszija feletti terület feletti ellenőrzés, tehát a Harkovtól, Umányig terjedő vonaltól délre eső rész ellenőrzése. Tehát persze, ehhez katonai erő kell, ehhez támogatás kell, politikai támogatás, vagy legalábbis rábólintás. És itt térnék vissza arra, hogy még mielőtt elfelejtem, azért szögezzük le az álláspontomat, hogy pontosítom, hogy én arra gondolok, hogy, és ebben azért egyet fogunk érteni, hogy, meg hát egyet is értünk, mert ahogy te elmondtad, hogy a háború intenzív szakasza idén nem tud befejeződni. Tehát lehetnek itt puhatolózó tárgyalások, de nem tud befejeződni. András is említette, hogy ha el is kezdődik valami puhatolózás, ahhoz idő kell, annak kifutás kell. De vegyük csak az amerikai részt. Az amerikai rész is, persze Donald Trump azt mondja, hogy 24 óra alatt békét teremtene. Hát ilyeneket lehet mondani, én is tudok mondani, akkor még 10 000-en megnézik, vagy meghallgatják a műsort, de nem így van. De nem így van, tehát nem lehet 24 óra alatt békét teremteni, már csak azért sem, mert van egy vákum időszak, van egy átmeneti időszak. El lehet kezdeni nagyjából a tavasz elején, vagy a tél vége felé a tárgyalásokat intenzívebben. Nem csak titokban, puhatolózva, hanem nyilvánosan, látványosan valamit el lehet kezdeni. De ha el is kezdik, az megint egy hosszú folyamat. Tehát én úgy gondolom, hogy az is nem heteket, hanem inkább hónapokat vesz igénybe, hogy ott megállapodjanak. Persze ilyenkor inkább az van, hogy a nem nyilvános tárgyalások folynak, és amikor már nyilvános lesz a tárgyalás, akkor egy sor kérdésben lényegében megegyeztek. De ha összerakom ezeket a puzzle darabokat, akkor számomra továbbra is az látszik, hogy a háború intenzív szakasza, mert ugye az oroszok elmondták, meg hát a másik oldal is ugyanúgy fog reagálni, hogy miközben a tárgyalások folynak, ha elkezdődnek, a háborút ők attól még nem fejezik be. Tehát nem úgy van, hogy legyen egy tűzszünet, és utána kezdjünk el tárgyalni, hanem akkor állunk le, amikor majd hát már valami kirajzolódott. Tehát, hogyha ezeket a kis puzzle darabkákat összerakom, akkor én 2025 ősze előtt nem látom igazán komoly... Ez még több, mint egy év. Igen. Nem látom, nagyjából egy év. Nem látom igazán komoly esélyét annak, hogy a háború intenzív szakasza lezáruljon. Természetesen nem zárom ki, de én inkább arra hajlok, hogy ez még elhúzódik addig. És ez is az optimista verzió, mert ez azt jelenti, azt feltételezi, hogy közben már igenis elindulnak előbb a puhatolózó, majd a nyilvános egyeztetések, a tárgyalások. És nagyon fontos, amit András mondott, Oroszországnak figyelnie kell a globális délre. A globális dél érdekei, mindenek előtt Kína érdeke az, hogy ez a konfliktus azért minél előbb záruljon le. És nagyon helyesen mondta András, hogy igen, úgy záruljon le, hogy ez ne amerikai győzelem legyen, mert Kína is inkább odafigyel. Persze fontosak az ukrajnai beruházásai, amit idáig már befektetett, hogy ne rombolják le, de nagyon fontos a geopolitikai rész is. Tehát egyrésztről ott van az, hogy ezt a konfliktust le kéne zárni, mert Kína, illetve a globális dél nagy részének érdekeit sérti az, hogy a nagy kereskedelmi útvonalakat blokkolták, a globalizáció nem működik, nem a globalizmus, az más, az ideológia, ez pedig a kereskedelem, a gyakorlat. Mert ennek a globalizációnak Kína a nyertese. És láthatjuk azt, hogy erőteljesen akadoznak a hálózatok, a kereskedelmi útvonalak. Ez nem csak a háború miatt, ez része véleményem szerint magának ennek a nagy játszmának, hogy az Egyesült Államok különböző konfliktusok kirobbantásával, most utalok arra, hogy mondjuk nem tartom kizártnak, hogyha úgy alakul a helyzet, akkor a Dél-Kaukázusban is egy kicsit megmozgassák a helyzetet. Egyébként az Egyesült Államok, hogyha már itt Dél-Kaukázusot említettem, az Egyesült Államokon kívül senkinek nem érdeke a térségnek a destabilizálása, a nagyok közül meg az ott élőket nézve is. Viszont ő neki érdeke lehet, mert egy ilyen destabilizációval, akár csak az ukrajnaival nyomás alá tudja helyezni Kínát, ugye a Kína-Európa közötti kereskedelmi útvonalaknak, mondjuk a szárazföldi útvonal északi részét az ukrajnai háború teljesen eldugaszolta, vagy ellehetetlenítette, és ha, ne adj Isten, valami komolyabb történne a Dél-Kaukázusban, az úgynevezett középső folyosó is nehézségeket okozna. És nem csak az az eszköz van, hogy destabilizáljuk a térséget, hanem ellenőrzés alá vonjuk, és az itt jön be Grúzia esete, hogy amennyiben a kormányokat ellenőrizni tudjuk, akkor ellenőrizni tudjuk a kereskedelmi útvonalakat is, és akkor nincs szükség másra, mondjuk háborúra, de térjünk vissza a Kaukázusból az ukrajnai háborúhoz. Tehát nagyon fontos figyelembe venni Oroszország, és nem úgy van, hogy csak ő majd valamit kigondol, és csak a nyugathoz kell alkalmazkodni, hanem igen, a globális délhez is. De itt is kettősség van, tehát olyan béke kell, ami a globális dél presztízsét sem sérti. Tehát ők meg Oroszországét sem, meg a másik oldalon Amerikájét sem, és Amerika ez komoly problémát okozhat, hogyha Kína hozná tető alá ezt a tűzszünetet, mert az tetszik, nem tetszik, kimondjuk, nem mondjuk, az egyértelműen amerikai presztízsveszteség lenne. Tehát amennyiben Donald Trump győz, ő ezért is sietni fog, hogy az ő tervezete, béketervezete, vagy rendezési elképzelései legalább párhuzamosan haladjanak a kínaiakkal, de egy megjegyzés még, hogy az, amit idáig tudunk Trump elképzeléséről, az azért, hát én úgy gondolom, hogy távol áll attól, hogy Moszkva érdekeit kellő mértékben figyelembe vegye. Miközben zajlanak a különböző nemzetközi találgatások, közben meg azért nyilván Ukrajnának is van egy belpolitikai helyzete, meg van egy társadalma, ami így vagy úgy, de megéli a történteket. Az ukrán társadalomnak a jelenlegi helyzete az milyen? Mert azért itt lehet látni, hogy egyre több a feszültség, ugye nemrég az ukrán parlament alelnöke, egykori alelnöke ellen elkövettek egy merényletet, és bele is halt Irina Farion, és más olyan dolgokat is, üzengetések, belharcok, ugye Azov összeveszett a hivatalos ukrán hadsereg, szóval sok minden ilyen belső dolog van. Vannak olyanok, amelyek talán jól megmutatják azt, hogy milyen állapotban van a társadalom? Szerintem talán a legjellemzőbbek azok a videók, amelyek már egyre gyakrabban kerülnek fel. Korábban is voltak ilyenek, de picit megváltozott mondjuk úgy a forgatókönyvük ezeknek a videóknak, amelyek a mozgósítás elleni tiltakozásokról szólnak. Mert hogyha korábban is voltak olyan videók, amelyeken látszott, hogy elhurcolnak embereket az utcáról, tehát szabályosan berángatnak buszokba, autókba, és elviszik őket ismeretlen helyekre a toborzók. Alapvetően ezt a környezet nagyon sokáig ilyen passzívan szemlélte, tehát az emberek csak úgy végignézték, mint a látványosságot, páran felvették, de egyébként nem nagyon avatkoztak közbe, csak legfeljebb azok, akik éppen az adott illetővel voltak. Na most mostanában viszont azt láthatjuk, hogy tulajdonképpen aktív ellenállás bontakozott ki, és tényleg ilyen tömegjelenetekbe tud torkolni, és hogy gyakran megfutamodásra ki is tudják kényszeríteni a rendőröket és a toborzókat, ami azért érdekes, mert látható, hogy nő a távolság a társadalom és a hadsereg között, tehát hogy most már nincsen az a fajta hozzáállás, hogy a háború mint kötelesség jelenjen meg az embereknek a fejébe, és hogy úgy vélekedjenek róla, hogy már pedig abban részt kell vennie mindenkinek, hanem most már egy teherként, rájuk erőltetett teherként tekintenek erre, és ilyen szempontból ugye a saját hatóságai kerülnek a barikád túloldalára. Az, hogy ez hosszabb távon milyen következményekhez vezethet, az is egy nagyon fontos kérdés. Toborzó autókat gyújtanak így fel. Van, és hogy nyilván ebben persze állítólag legalábbis az orosz titkosszolgálatok keze is benne van, tehát ők azok, akik megpróbálják toborozni az embereket, és meg is fizetik gyakran őket azért, hogy nem vasúti kapcsolószekrényeket és katonai autókat és más egyéb dolgokat gyújtogassanak fel. Viszont az, hogy már erre van hajlandóság, még mondjuk a háború első 2 évére nem igazán volt jellemző, az elmúlt hónapokban viszont rendkívül gyakorivá vált, tehát az, hogy erre van hajlandóság, van fogékonyság, az is jelez egy fordulatot, hogy megváltozott a társadalmi hangulat, és egyre többen tekintenek ellenségként az ukrán hadseregre, mert nem csak a toborzók autóit, hanem egyszerűen katonai autókat és katonák autóit is felgyújtják, tehát látható az, hogy egyre inkább idegenként, egyre inkább ellenségesként tekintenek az ukrán hadigépezetre. Ennek hosszú távon nyilvánvalóan hatalmas következményei lehetnek, hiszen az, hogyha a frontról hazatérő katonák azzal szembesülnek, hogy a társadalom egyébként szemben áll velük, miközben ők egyébként ugye az életüket kockáztatják, vagy a testépségüket azért, hogy megvédjék ezt az országot, és alapvetően ugye, tehát hogyha ezt a társadalmat, akkor az ugye egy olyan feszültséget vezetett, ami ténylegesen megroppanthatja az egész országnak a morális állapotát. Mindenhez hozzávehetjük még azt is, hogy ez a helyezkedés, tehát az, hogy látszik már valami, hogy ennek a háborún, ez a háború is tárgyalásokkal fog véget érni, ez a politikai, a belpolitikai életre is kihat. Tehát kihat olyan szempontból, hogy megindult a helyezkedés, tehát van, aki már arra játszik inkább, szerintem Klicskó például, hogy, hogy, hogy ő hozza el a békét, vagy inkább ő közelít a békéhez ezzel a népszavazásos elképzeléssel. Megindult, tehát az is, hogy, és továbbra is óriási a függősége az ukrán elitnek a nyugattól, mindenek előtt az angolszászoktól. Tehát az is nagyon fontos, hogy ebben a játékban, hát itt most vegyük azt, hogy az amerikai választásokhoz való viszonyulás. Tehát itt hát rendkívül nehéz helyzetben van Volodimir Zelenszkij, hiszen egyébként az európai elit is, hogy kinek tegyen esküt, ki mellé álljon. Az, hogy nem áll sehova, azt így most nem lehet elképzelni. Az látszik egyébként ebből a telefonhívásból is, a kapcsolatok fölvételéből, hogy Zelenszkij megpróbál most dörgölőzni Trumphoz, Trumpékhoz, a republikánusokhoz. Kell is neki, mert azért a Zelenszkij és csapata egyértelműen a demokraták mellé állt, még az előző választási kampányban, tehát valamit neki már készülni kell a Trumpék győzelmére is. Tehát van ez a játék, van a belpolitikai játék, van a társadalom állapota, és akkor még egy dolog, hogyha már itt említetted Irina Farion meggyilkolását, hát egy érdekes dolog az, hogy először fölmerült az, ami általában ilyenkor föl szokott merülni, mi is beszéltünk erről egy előző adásban, hogy én akkor azt mondtam, hogy nem okvetlenül, de nem gondoltam, hogy azért az ukrán hatalom fogja azt mondani, hogy nem az orosz kéz áll a történtek mögött. Viszont most pénteken azért a hivatalos Ukrajna, a hivatalos képviselők azt mondták ki, hogy nem, ez egy neonáci, fehér erőt, fehér felsőbbrendűséget képviselő szélsőséges csoportnak a képviselője, aki megölte Irina Fariont, és itt ez válasz arra, amiről András beszélt, hogy a társadalom egyre inkább megosztott, mert a gyilkos mivel indokolta, vagy legalábbis amit mondanak, mivel indokolta ezt a merényletet a nyelvvédő Farion ellen? Hogy megosztja a társadalmat. És ő az ukrán társadalom érdekeiből kiindulva iktatta ki ezt a megosztó személyiséget, ami tényleg megosztó, meg minden, de az, hogy ez lényegében, hogy mondjam, egy ilyen félhivatalos narratívává válik, az meglepő az eddigiek fényében. És ebből is látszik, hogy most így a hatalom is látja ezt a társadalmi megosztottságot, és jelen pillanatban ellép az etnikai nacionalizmustól, és ez a politikai nacionalizmus ütközik az etnikai nacionalizmussal, tehát ezt mutatja Irina Farion meggyilkolása is, de hát itt csak pár fölvillanás, ami itt az ukrán társadalomban van, de még Andrásnak van ehhez. Még két érdekességet ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy ki lett volna a következő célpontja ennek a merénylőnek, aki megölte Fariont, Max Buzhansky nevű képviselő, aki egyébként Farionnal tulajdonképpen az ellentétes politikai oldalon áll, alapvetően orosz nyelven kommunikál, egyébként a kormánypárt tagja, de egy viszonylag kritikus tagja, aki nem annyira támogatja a nyugatos vonalat, az ország nyugatos vonalát, és eléggé nosztalgikusan áll a szovjet időszakhoz is, tehát hogy alapvetően egy de hát természetesen most is, tehát egy szintén megosztó, igen. De egy a skála másik oldaláról igen. Megosztó. A másik érdekesség pedig az, hogy ez a fiatal merénylő egyébként feliratkozója volt nem csak ukrán, hanem orosz ilyen szélsőjobboldali neonáci csatornáknak, és hogy ez is egy érdekes dolog, hogy ugye az a mozgalom, amely elvileg magára vállalta a felelősséget a merényletért, ez a NSVP nevezetű dolog, ez egyébként, tehát hogy orosz és ukrán vegyes társaság, tehát hogy orosz neonácik ugyanúgy vannak benne, mint ukránok, és hogy egyébként az orosz szélsőséges nacionalisták egy része, az pont egyébként ukrán oldalon harcol, tehát hogy azért ilyen nagyon furcsa kombinációkat lehet felfedezni ebben az orosz-ukrán háborúban, amelyek mondhatni erősítik azt, azokat a téziseket, hogy itt egy picit polgárháborús jellegről is beszéltünk, nem csak egy-két szemben álló nemzet harcáról. Tehát, hogy ez is egy érdekes vetülete ennek, hogy nagyon-nagyon bonyolult kis kapcsolódási pontok tudnak kialakulni, és ellentétek tudnak kialakulni ebben a háborúban. Tehát minden, akárhova, akármilyen témát kezdünk el, mindig csak arra jutunk ki, hogy nagyon bonyolult ez az egész konfliktus. Maga a helyzet bonyolult volt, de ez a háború csak még tovább bonyolította. Akkor talán beszéljünk egy kicsit erről, hogy mi az jelenlegi tudásunk szerint mi az amerikai kínálat, és mi a kínai-brazil kínálat? Hát ugye az amerikai kínálatból több is forog jelenleg a médiában. Ugye hivatalosan természetesen mai napig ugye az Egyesült Államok amellett áll ki, hogy ők támogatják az ukrán békeformulát, ami mögül ugye most már Ukrajna is kezd egyébként lassan kihátrálni, de alapvetően a hivatalos álláspont még mindig az, Ukrajna a 91-es határait helyre kell állítani, és Oroszországnak valamiféle kompenzációt kell nyújtani a háború által alatt okozott károkért. Ez a hivatalos verzió, gyakorlatban nyilvánvalóan senki nem gondolja, hogy ez így lesz, tehát az egyértelmű, hogy Oroszországot ilyen vereségbe beleszorítani már nem lehet. Innentől kezdve pedig az amerikai kínálat az egy olyan formulára redukálódott inkább, és hogy a médiában most ez forog inkább jobban, az pedig úgy hangzik, hogy területeket a NATO tagságért. Most ugye, tehát Ukrajnának le kell mondani a bizonyos területeiről, ez változó, hogy ki mit mond, valaki szerint még egyébként a 2022. február 24-i vonalakig vissza kellene szorítani az oroszokat, tehát hogy Ukrajnát még támogatni kell. Erre van reális esély katonailag? Nem igazán, ugye, de például Boris Johnson volt brit miniszterelnök, vagy Mike Pompeo meg is Mike talán, Pompeo is aki ugye Trumpnak volt a külügyminisztere, ők vázolták fel ezt a tervet, ami azt jelenteni, hogy első körben, tehát ők ezt már Trumpnak javasolják, hogy fokozza Ukrajna katonai támogatását addig, hogy ez elérhető legyen, és amikor ezt elérték, akkor kössenek egyfajta kompromisszumos békét, amiben benne lenne az is, hogy Oroszországgal a viszonyt helyreállítják valamilyen formában, tehát, hogy feloldják például a szankciókat, vagy legalábbis azok nagy részét, az ukrajnai orosz nyelvű lakosság jogokat kapna, és hogy ezeket a területeket nem hivatalosan, de oroszként, tehát a Krím félszigetet, illetőleg ugye Donetsk és Luhansk megye azon részeit, amelyik már 14-ben elvesztek Ukrajna számára, azokról Ukrajna nem hivatalosan, de gyakorlatilag lemondana. Vagy akár autonómiát adna neki? Sokféle. Volt olyan elképzelés is, hogy ezek a területek úgy térjenek vissza Ukrajna kötelékébe, hogy egyébként autonóm státuszban lesznek. Azon már túl vagyunk. De igen, tehát hogy ezek... Ez de facto orosz. Igen, tehát hogy az a baj, Max nem mondanák ki. Ez az elképzelés is, ez inkább ilyen 2022 tavaszi állapotban lett volna szerintem elfogadható. Másik kérdés az, hogy ezek is azzal számolnak, hogy Ukrajna a NATO tagja legyen. Azt hiszem, hogy 2022 tavaszán ezt még lehet, hogy valahogy át lehetett volna verekedni az oroszokon, nyilván nem a NATO tagságot, hanem azt, hogy Ukrajna valamilyen formában katonai szövetségese maradjon a nyugatnak. Viszont most ez már ez már szerintem erre már nincs jelenleg lehetőség. Tehát ilyen szempontból, amit ugye az előbb is mondtam, a nyugati ajánlat az inkább az lenne, hogy hajlandóak beleegyezni Ukrajna területvesztességére, ez ugye egy nagy vonalú ajánlat a nyugat részéről, hiszen nem az ő területeikről van szó, viszont Ukrajnát megpróbálják bent tartani, tehát katonai és politikai értelemben a nyugati érdekszférában. Ugye gazdaságilag Oroszország ezt úgymond elengedte, tehát az EU-tagság az a pont, amiben egyébként nincsen vita, tehát az, hogy Ukrajna az Európai Unió tagja legyen, ez Oroszország számára többé-kevésbé irreleváns kérdés, ugye Ukrajna és Oroszország között a gazdasági kapcsolatok megszakadtak, tehát az a fajta vita, ami egyébként a 10-es évek elején még fennállt, ami arról szólt, hogy ha Ukrajna az Európai Unió társult tagja lesz, akkor azzal párhuzamosan az orosz-ukrán vámunió nem igazán működhet, és emiatt egy kisebb vámháború is volt, egyébként Viktor Janukovics az úgynevezett orosz barát elnök alatt Oroszország és Ukrajna között. Tehát ez a fajta probléma ugye már nem áll fenn, hiszen Ukrajna és Oroszország között nincsenek gazdasági kapcsolatok. És ilyen szempontból az, hogy Ukrajna gazdaságilag mit csinál, az most már lényegtelen. Oroszország számára, főleg, hogy nagyon sok egyébként értékes területét az oroszok ellenőrzik Ukrajnának, tehát ilyen szempontból mondjuk, hogy kompenzálva vannak. Tehát ezt elengednék, a katonai politikai rész az, amit nem engednének el, ebben próbálnak a nyugatiak valószínűleg minél nagyobb szeletet még valamilyen módon kiharapni Ukrajnából, tehát itt most nem területi értelemben, hanem politikai értelemben kell gondolni, és nyilvánvalóan az oroszok próbálják minél jobban majd kiszorítani a nyugatiakat. Az a kérdés, hogy mi lesz ennek a kompromisszumnak a tárgya, tehát olyan kérdésekről is szó van, hogy például mekkora legyen az ukrán hadsereg a háborút követően. Kaphat-e az ukrán hadsereg, vagy vásárolhat-e fegyvereket az ukrán hadsereg nyugatról? Tehát ilyen alapvető dolgokra is kell gondolni, hogy milyen formában működhet együtt az ukrán hadsereg, még hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy Ukrajna semleges is lesz a háború után. Ukrajna mégiscsak egy szuverén állam. Hát igen, de ugye nyilvánvalóan, tehát több mint valószínű, hogy valamilyen formában a háború végén rögzíteni fogják Ukrajna semlegességét. Erre számítotok egyébként? Mert akkor itt viszont a területet a NATO-tagságért elbomlik meg. Igen, tehát mert az is csak egy kommunikációs séma jelenleg. De majd egyszer kaphattok. Igen, tehát az is egy fontos szempont, ilyen, tehát, hogy az ukrán társadalomnak meg kell próbálni eladni azt, hogy azok az ígéretek, amelyek elhangzottak az elmúlt 2 évben, azok nem fognak teljesülni. Látható már egyébként közvéleménykutatási adatok alapján, ugye itt nyilvánvalóan mindig fel kell vetni azt, hogy ezek a közvéleménykutatási adatok a valódi véleményeket tükrözik-e, vagy éppen, hogy ellenkezőleg egy véleményt próbálnak elültetni a tömegekben. Az adatok azt mutatják, hogy az embereknek a többsége már, tehát 57% elfogadna egy olyan forgatókönyvet, amiben tehát a lényegében ez a Johnsoni-Pompeói béketerv, amiben Ukrajna a NATO és EU tagja lenne, az EU-tagság az mindig együtt jár azzal, hogy egyébként valaki, tehát a nyugat fedezi Ukrajna helyreállításának a költségeit, és ez szerint a felmérés szerint már mind. És viszont ugye Herson és Zaporizsia megyét is visszakapná, és csak lényegében azok a területek vesznének el, amelyek már a 2014 óta nem voltak Ukrajna ellenőrzése alatt. Ezt a többség már elfogadná. És az a döntő itt, hogy ezt a tömeget kell tovább növelni, olyan mértékben, hogy valójában a legrosszabb forgatókönyv, mert ugye a legrosszabb forgatókönyv támogatottsága most 38%, ez szerint a felmérés szerint, ez a 38% beleegyezne abba, hogy Ukrajna a NATO tagja legyen, pontosabban az Európai Unió tagja legyen, a NATO tagságról le kell mondania, és a területeket, amelyeket most nem ellenőriz, azokat is elveszíteni. És a Donetsk és Luhansk lenne az oroszoké, ez szerint a forgatókönyv szerint még Hersonról és Zaporizsiáról is le kellene mondania. Tehát magyarul, amit az oroszok alkotmányban rögzítettek, az igen, ugye más kérdés, hogy most a Herson meg Zaporizsia konkrétan a 2 város, amin nincsen orosz ellenőrzés alatt, az oroszok követelik, hogy onnan vonuljanak ki az ukránok, szerintem nem fognak elfoglalni. Tehát nagyon nehéz. Úgy, hogy az adott frontvonalak. Csak ebben nincs bekódolva egy újabb háború? Hát ugye mind a két fél ettől fél egyébként, hogy ebben benne van egy újabb háború lehetősége. Viszont hogy milyen formában ismerik ezt el. Tehát ugye ezért akarja Oroszország azt, hogy az ukrán hadsereg létszáma is csökkenjen, és hogy ne lehessen katonai együttműködéssel nyugattal, mert az ugye kizárja az újabb háborút, mert egy kicsi, tehát egy 100 000 fős ukrán hadsereg nem fog tudni támadó hadműveletekbe kezdeni, ha mégis esetleg hirtelen elkezdené megszegni a szabályokat, és elkezdené növelni a hadseregét, azt az oroszok időben észlelnék, és nyilvánvalóan anélkül, hogy egy katonájukat Ukrajnába küldenék, meg tudnák akadályozni. De most jelenleg, ugye a jelenlegi hadsereg Ukrajnának 10-szer nagyobb, ha hihetünk a számoknak, nagyjából 1 millió főt számlál, és folyamatosan kapja a fegyvereket nyugatról. Tehát ez az, amit a legfontosabb, hogy ez leálljon, sőt, hogyha lehet, akkor ugye a már beküldött fegyverek is, hogyha de ugye ezért mondták azt az oroszok többször is, hogyha a fegyverek leállnának, akkor hamar véget érne a háború, nem hiszen akkor ugye relatíve gyorsan ezeknek a fegyvereknek a jelentős része ugye megsemmisülne utánpótlás nélkül, és ugye az ukrán hadsereg önmagától demilitarizálódna úgymond az orosz elképzelések szerint, de ugye erre nem kerül sor, mert mindig jön utánpótlás, és ezért tartanak az oroszok a tűzszünettől, Egyébként az ukránok is tartanak a tűzszünettől, hiszen az orosz hadiparnak a kapacitása jóval meghaladja még a nyugatét is, ezért az oroszok jelentős készleteket tudnának egy tűzszünet az oroszok felhalmozni, és az ukránok is ugye további nyugati fegyvereket kapnának, tehát egy még intenzívebb háború lenne, hogyha tűzszünet után indulna újra a harc. Ezért ragaszkodik mind a két fél ahhoz, hogy végleges megoldást kapjon a háború, és csak a végleges megoldásról tárgyaljanak, csak a végleges megoldásról alkotott elképzelések jelenleg nagyon eltérőek. És ez a végleges megoldás csak úgy lehetséges, hogyha ebben a tárgyalási folyamatban benne van az Egyesült Államok, szerintem benne kell, hogy legyen Kína, persze ott fog ülni Európa is, de ez a két szereplő, külső szereplő a legfontosabb, és akkor egyébként meg a kínai verzió, a kínai béketerv, úgymond az a sokkal inkább ezt a koreai modellt támogatja, tehát az, hogy hát sok mindent elismert, például Ukrajna területi egységét, ugyanakkor azt mondja, hogy a tűzszünetet a frontvonalak mentén, az éppen adott frontvonalak mentén kell megkötni, és én azt feltételezem, hogy egyébként a rendezés is az éppen adott frontvonalak mentén történne. Egyébként ebből a beszélgetésből is kiderül, hogy minden oldalon azért még, hogy mondjam, finomításra szorulnak azok a bizonyos rendezési tervek, hiszen vannak benne ellentmondások, egyszerre több elképzelés is az asztalon van, vagy hát így megjelent a médiában, például amerikai oldalon, és egy pillanatra visszatérve a Pompeo és Johnson féle béketervre azért, én úgy gondolom, hogy például tegnap Zelenszkij tegnapi megnyilatkozását hallgatva, hogy az ukrán hadseregnek van elég ereje, és ez is azt mutatja, hogy az ukránok nem mondtak le arról, hogy még egy lökést, még egy ellentámadást végrehajtsanak, hogy jobb pozíciókkal üljenek le majd tárgyalni, mert ők is tudják, hogy azért előbb-utóbb le kell ülni. És ugyanez vonatkozik az oroszokra is, és megy közben az információs háború. Épp most olvasom talán a Telegráfban, hogy kudarcot vallott a nyári orosz offenzíva. Nem történt áttörés. Hát bocsánat, szó se volt arról, hogy nagy orosz offenzíva lesz. Nem. Tehát éppen ezek a cikkek, ezek a megnyilvánulások arról szólnak, hogy lejárassák a másik oldalt. Tehát itt szó sem volt arról, hogy az oroszok nekiesnek, és nem tudom, mit csinálnak, mit fognak elfoglalni. Ők szép lassan mennek, mint a motolla. Tehát és egyébként ezért csóváltam ott az elején a fejemet, mert ezt áttörésként, meg hogy milyen gyorsan mennek, ezt nem lehet értelmezni, mert még attól is messze van az orosz hadsereg, hogy az eredeti célokat, katonai célokat, a Donbass egészét ellenőrizzék. És akkor még egyszer, és még sokszor aláhúzva az egyik legfontosabb ellentét itt a különböző béketervek között az, hogy Ukrajna státusa milyen lesz. Tehát az, hogy Ukrajnát elfogadják semlegesnek, de valójában semlegesnek. És ezért kell, ezekért ahogy mi többször mondjuk, hogy milyen sokrétű összetett ez az egész, még ha Putyin mondja, akkor is igaza van, meg igaz az az állítás, hogy nem lesz tartós béke addig, amíg az egész európai biztonsági struktúráról, vagy itt most már eurázsiait is mondanak orosz oldalról. Tehát az európai biztonsági struktúráról nincs megállapodás. Annak csak egy része Ukrajna státusa, sok minden van még, hogy milyen rakéták legyenek, milyen rakéták ne legyenek itt. Hát most Putyin pont a hétvégén pontosan mondott egy beszélt a rakétattelepítésekkel kapcsolatban, hogy ha Amerika körbe rakja Európát nukleáris fegyverekkel vagy fegyverekkel, akkor Oroszország is meg fogja tenni ugyanezt. Ugye ez is egy nagy kérdés, hogy hát most is vannak nukleáris fegyverek mindenfelé, hogy ezek a ilyen meg olyan hatótávolságú fegyverek mit fognak például okozni, vagy ez például mennyire az elrettentésnek, vagy mennyire a provokációnak az eszköze? Mármint a nukleáris fegyverek, azok az elrettentése. De azok voltak idáig is, tehát azt nincs új telepítés. Az, amiről szó van, a Tomahawk rakéták, az egy régi új, tehát hogy visszahozzák ezeket. Szóval az a provokáció, ha úgy tetszik, az elrettentéssel, hát egyik oldalon azt mondják, hogy az elrettentés, másik oldalon, hogy provokáció. De az mindenképpen az eszkaláció, ennek egy újabb lépcsőfoka. Mert arra az oroszok is válaszolnak, szó van itt már arról, hogy Alaszka környékére telepítenek akkor. Tehát az a lényeg, hogy a rakéták repülési idejét, távolságát, ezzel repülési idejét, amennyiben lerövidítik, akkor azt a másik oldalt az kínos, rossz helyzetbe hozza. Tehát erre kell válaszokat adni. De visszatérve itt a különböző békeelképzelésekre és mindenre, tehát az, hogy... Tehát itt az eddig elmondottakból is látszik, hogy ez nagyon-nagyon nem egyszerű. Tehát annyira különböznek az érdekek, és annyira távol állnak még egymástól az érdekek, hogy ezt összegerebézni, összesimítani, ehhez idő kell. Tehát ezért mondom én, hogy ez még egy évig eltarthat, és még egy dolgot, amit mindenképpen meg akarok említeni, az viszont egyértelműen kirajzolódik, hogy Európa egyre nagyobb bajban van. És ez a probléma, ez csak egyre mélyebb lesz. Mire gondolok konkrétan? Nem csak akkor, hogyha Trump győz. Ez a folyamat már elkezdődött, az csak fölerősödik akkor. Ennek az egész háborúnak a következményeit, költségeit Európának kell viselni. Az Egyesült Államok egyre kevésbé fog ebben részt venni, még akkor is, hogyha most úgy tűnik, hogy, hogy Kamala Harris lesz a demokraták jelöltje, hogyha fogalmazunk úgy, hogy a demokrata jelölt győz. Tehát a transatlanti kapcsolatok megváltoznak. Ez egy generációs változás. Ennek a generációnak már nem azt jelenti a transatlanti viszony, mint mondjuk Biden generációjának. Tehát Európának mindenképpen számolnia kell azzal, hogy tetszik, nem tetszik, többe kerül a biztonsága. Magyarán egyébként ezt úgy is lehetne fordítani, hogy megnövekszik az autonómiája, az önállósága. Csak Európa jobban szeretné azt, hogyha továbbra is vazallus lenne, csak ne kelljen fizetni. Pedig most már fizetni kell, méghozzá többet, mint kellene, meg gondolták. Vannak olyan elképzelések, hogy csak Trump győzelme rövid távon plusz 150 milliárd eurós többletkiadásokat jelent Európának. Egyrészt, ha csak a katonai részét nézzük, és akkor még nem beszéltünk a vámháborúkról, amik, hogyha a Trump első ciklusát nézzük, akkor valóban nagy eséllyel bekövetkeznek szintén, vagy bekövetkezik. És a másik az, hogy meg fogja követelni, hogy a NATO-ban mindenki 2%-ot legalább a védelmi kiadásokra fordítson. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi 1,75%-ot föl kell vinni, ez plusz pénz. Hozzájön, vegyük úgy, hogy nagyjából évi 40 milliárd eurós, dolláros az amerikai pénzügyi hozzájárulás Ukrajna támogatásához. Ezt is vegyük hozzá. Tehát ez az európai GDP-nek 0,25%-a. Szóval itt azért olyan költségek lesznek, amelyek egyre elviselhetetlenebbek lesznek. A jelenlegi, és hozzáveszünk a jelenlegi európai gazdasági helyzet mellett, romló gazdasági helyzet mellett. És még egy dolog, amiről András is említést tett, rá fogják venni Európát, hogy Ukrajnát kárpótlásként, hogyha lesz béke, ráncsa be minél előbb az Európai Unióba, és ez az európai elit meg is fogja tenni, még akkor is, hogyha ez oly mértékben olyan megnöveli az Európára nehezedő terheket, elmélyíti az Európán belüli szembenállást, törésvonalakat, hogy az tarthatatlan lesz, és én idáig soha nem gondoltam arra, és nem is szeretném, de hát muszáj gondolni akkor, amikor látszik, hogy milyen trendek rajzolódnak ki. Tehát egy ilyen esetben én már azt se zárom ki, hogy az Európai Unió megroppan ezek alatt a terhek alatt. Szándékosan nem azt mondom, hogy megszűnik. Megroppan, formálisan fönnmarad, de hát már csak azért küzd, hogy levegőt kapjon. Szóval nem jó kilátások ezek, és egyrészt minél tovább tart a háború, az annál inkább gyengíti a nyugati pólusnak legalábbis az egyik részét, Európát, Amerikát jóval kevésbé, és nem. Egyébként gyengíti Oroszországot is. Nem jó a globális délnek sem kereskedelmi, gazdasági értelemben, geopolitikai értelemben viszont fölgyorsítja az önmegformálódást. Tehát ez egy bonyolult játszma, és ebben igazából nagy játékosoknak kell lenni minden oldalon ahhoz, hogy a lehető legjobb pozíciókat kihozzák abból a tűzszünetből, majd tűzszünet után még folytatódó, feltétlenül folytatódó, vagy rendezési elképzelésből inkább fogalmazunk úgy, mert ez nem béke lesz, legalábbis a mostani elképzelések szerint, és például a trumpi elképzelések és az orosz elképzelések két dologban állnak a legmesszebb egymástól. Az egyik az, hogy az egyik csak épp befagyasztaná az amerikai ezt az állapotot, ezt a konfliktust, az orosz az véglegesen rendezné, a másik pedig ugye ennek egy része, de nagyon-nagyon fontos része a Ukrajna státusának kérdése. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és mindezt elmondtátok nekünk. Minden esetre akkor még nem úgy kell számolnunk, ha jól értem, hogy jövő héten már nem beszélünk a háborúról, bár én már nagyon beszélnék a békéről, szóval nagyon várom azt, és nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy mi fog ebből az egészből kisülni, mert még mindig nem lehet véglegesen látni azt. Hát pontosan, amiről idáig beszéltünk, ebből is az derül ki, hogy lesz mit beszélni. Ez egy munkaközi helyzet, egy ilyen jelenlegi helyzetelemzés. Stier Gáborral és Kosztur Andrással beszélgetünk. Köszönjük szépen. Köszönjük a figyelmet. A kedves hallgatóinknak is köszönjük a figyelmet. Mindenkit arra kérünk, hogy ha még nem tették, iratkozzanak fel a csatornánkra, kövessék a moszkvatér.com-ot is. Számos felületen megtalálják őket, a honlapjukon, a www.moszkvatér.com-on, Telegram csatornájuk is van, Facebook oldaluk is, úgyhogy érdemes mindenhol figyelni, mert nagyon sok izgalmas témával jönnek. Mindenkinek szép napot kívánok, viszontlátásra, viszonthallásra.